Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. professzor Péter Falvi Attila, címzetes egyetemi tanár, a GDPR mai koronázatlan királya. Ú, milyen jelzők! Hát GDPR-nak nincsen koronázatlan királya, meg hát ha van, akkor minden tagországból kellene egyet választani. Hát de a múltkor már szemtelenül, de megkérdeztem, hogy az egész GDPR tulajdonképpen a jogászok nem azért találták ki, hogy munkát biztosítsanak maguknak? Nem. Egy fontos realitás volt mögötte, mégpedig az, hogy a gazdasági fejlődésben jelentős szerepe van a felhalmozódott információ adatok kibányászásának, és arra alapozni fejlesztéseket. Hát gyakorlatilag a mesterséges intelligencia is erről szól, ugye hát az is hozott anyagból dolgozik, tehát abba is be kell táplálni az minél több adatot, amivel aztán tud valamit kezdeni. És 2015-ben talán Budapesten volt az Európai Parlament néppárti frakciójának az ülése, ahol az egyik napirend épp az akkor tervezett formájában meglévő GDPR ugyan viszonyuljon hozzá, a frakció kellen módosításokat végezni rajta, és ebbe a körbe kíváncsiak voltak az én véleményemre is. Ugye azt tudjuk, hogy nyilván a tárgyalásban a kormányok vettek részt, aminél mi is elmondtuk a véleményünket, de a egyik oldalon a politikusok fogadják el, a parlament, illetve a tanács. És nyilván itt a parlament kíváncsi volt a szakma véleményére is, és ott hangzott el először az a szám, hogy 2020 után az Európai Unióban lévő személyes adatok újrahasznosítási vagy üzleti értéke az évente 1000 milliárd euró. Tehát évente 1000 milliárd eurós üzlet van abban, hogyha a személyes adatokat jól, megfelelően használják fel. Érdekes módon egyébként a közérdekű adatok újrahasznosítási értékéről most már azt mondják, hogy évente 2000 milliárd euró. Tehát a személyes adatokat viszont csak úgy lehet felhasználni, hogy egységes védelem legyen, amely biztosítja a kiaknázási lehetőséget, de a védelem nem függhet attól, hogy melyik ország hogyan építette be a nemzeti jogába a korábbi Európai Uniós irányelvet. Mert azért az irányelv beépítése során nagyon változatosan lehetett ezt megoldani, függetlenül attól, hogy már egy jó implementációnak is nagyon hasonló eredményre kellett volna jutnia, de egy példát mondjak el, hogy Magyarországon az adatvédelmi biztos bírságolási joggal soha nem rendelkezett. Csak 2012. január 1-je óta a hatóság rendelkezik, pedig hát 95 óta az irányelv azt mondta ki, hogy bírságolási joggal is rendelkező független hatóságoknak kell lenniük. Tehát ez az egyik indok, hogy a gazdaság motorját, hát azért 15-ben még jobban gyengélkedett az európai gazdasági motor, annak a beindításához szükség van a személyes adatoknak az újrahasznosítására, feldolgozására. Illetve egy másik nagyon fontos dolog, hogy Európa számára ne jelentsen versenyhátrányt, és itt kimondhatjuk nyugodtan, hiszen az összes ilyen nagy
személyes adatgyűjtő kezelő cég az az Egyesült Államokban van, vagy legalábbis egy jelentős része, ne jelentsen hátrányt a gazdaságban az, hogy nálunk szigorú adatvédelmi szabályozás van, az Egyesült Államokban pedig nincsen. Ez a két cél nyilván együtt jelent meg akkor, amikor úgy gondolták, hogy egy új európai adatvédelmi rezsimre van szükség, és azért azt is érdemes itt elmondani, hogy az a fajta szabályozás, itt nyilván azok az adatkezelések, amelyek egy állam működésével kapcsolatosak, tehát a közhatalmon, közérdeken, jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések, így jelennek meg a GDPR-ban, nálunk itthon azt mondjuk, hogy ezek a kötelező adatkezelések, amely az állami szférához kellenek, illetve hát ugye egy gazdálkodó szervezettől is vannak olyan adatkezelések gazdálkodó szervezetnél, amelyek kötelezőek, például a foglalkoztatottak, társadalombiztosítási, nyugdíj, stb. Az egészségügyi ellátáshoz béradatok továbbítása, stb. Tehát ezeken kívül, ami ténylegesen a gazdasági motor beindításához szükséges, ott egy olyan mechanizmus jött létre, amely tulajdonképpen az Európai Egyesült Államok modelljét követi, mert kialakult egy úgynevezett egyablakos ügyintézési mechanizmus, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy annak az országnak az adatvédelmi hatósága fog eljárni, ahol éppen a panasz keletkezett vagy jelentkezik. Tehát ez is azt a célt szolgálja, hogy megakad, ne fordulhasson elő az úgynevezett fórum shopping lehetősége, hogy a gazdasági vállalkozások abba az országba mennek, és ott alapítanak céget, vagy legalább az adatkezelésüket kiszervezik olyan országba, amelyik a leggyengébb láncszem, vagyis legenyhébb az adatvédelmi szabályozás. Értem. Amikor elkezdtünk erről az egészről beszélgetni, akkor olyan érzésem volt, hogy ugye a 21. században élünk, de mégis Orwell, az orwelli idők jutottak eszembe. Hát ha a kínai térfigyelő kamera rendszert és az ahhoz kapcsolódó arcfelismerő szoftvert és az arra épülő pontrendszert nézzük, amelyet most már azért elérhetővé tesz az internet, bemutatja, hogy ez mit jelent, hát szerintem Orwell se gondolt ilyen megvalósításra. Igen, csak hogy ezelőtt egy héttel, én közismert hipohonder vagyok, és egy betegséget véltem felfedezni magamnál, amit meggoogliztam, és mit ad az örökkévaló, délután, amikor újra nyitottam a gépemet, már a megfelelő csodaszerek kínálatait olvashattam, és fölugrottak a különböző tápszerek és vitaminok, tehát valami határtalan, ami hát történik. A Google adatkezelésére nem lehet azt mondani, hogy GDPR kompatibilis sok vonatkozásban, nyilván ez is oka volt annak, hogy a francia adatvédelmi hatóság 50 millió euró bírságot szabott ki, igen, tehát ugye ez a másik nagyon fontos, hogy ne legyen verseny előnybe az Egyesült Államokban lévő, de mondhatnak más országokat is, ahol nincs európai értelemben véve vett adatvédelem. Tehát próbáljuk meg őket rákényszeríteni arra, vagyis ha most nagy szavakat akarnék használni, akkor az európai adatvédelmi modell legyen az általános az egész világon, legalábbis minket az érdekel, ha európai polgárok számára nyújt szolgáltatást, vagy ha nem, akkor nyakukba kaphatnak horribilis bírságot. Tehát ez nyilván egy szankciórendszer. Tehát itt, hogy válaszoljak adatvédelmi szakmai szempontból is, nyilván az a kérdés, hogy amikor ráment az internetre és keresett valamit, akkor
megjelentek-e azok az adatvédelmi tájékoztatók, hogy az sütiket, kukikat, hogy lehet kikapcsolni. Igen, de amikor az ember ül a géppel szembe, és meg akarom tudni, hogy spanyolul hogy mondják azt, hogy cipőfűző, akkor nem a kukikat keresem, majd egy óra múlva éppen Kántot olvasok a gépemen, és megjelennek cipőfűzők és na hát cipők. Ez a kérdés. Akkor már nem Kántot, éppen Plátonba voltam benne, és cipőfűző és cipőajánlatok jelentek meg, és nem tudtam, hogy most sírjak vagy nevessek. Hát igen, pont ez a kérdés, hogyha nem is kell a végigolvasni, illetve hát azért el kéne olvasni, de valószínű, hogy itt az egész tájékoztató rendszer, meg az egész adatkezelés az nem GDPR kompatibilis. Ezért mondom azt, hogy nyilván ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, hosszabb időre van szükség, és ha már itt a múltkor az adatvédelmi hatóság bírságairól beszéltünk, hát ez az indoka annak, hogy előbb-utóbb a bírságokat is harmonizálni kell, mert akkor ugyanúgy ez is ahhoz vezetne, hogy abba az országba vándorolna el az adatkezelés központja, ahol éppen alacsonyabb bírságokat szabnak ki. Tehát előbb-utóbb, ha ez volt a cél, és ez a szabályrendszer, akkor tényleg azonosulnia kell a joggyakorlatnak is, azonos szintet kell mutatnia, azonos szabályok, jogkövetkezmények mellett, miközben azért egy csomó olyan kérdés van, amiben meg kéne állapodni. Például mi az, hogy tisztességtelen adatkezelés? Mert az nem fordulhat elő, hogy az egyik országban valami tisztességes, a másikban nem tisztességes. Hát itt egy unióról beszélünk, ennek az uniónak van 28 tagállama, ma még. De adatvédelmi szempontból csak egyféle gyakorlat lehet a jövőben. Ezért említettem, hogy ez a modell, én értem azt ugye, hogy az egész adatvédelmi szabályozásnak az a célja, hogy az Európai Unió területén a személyes adatok szabadon áramoljanak, mert ugye az egységes belső piac működéséhez erre szükség van. Vagyis nem lehet akkor eltérés. Ezért adatvédelmi szempontból, még egyszer leszámítva azt, ahol ami az állam működésével kapcsolatos, de ott is a standardeknek ott viszont az adatkezelőknek kell. Viszont a másik részen egy adatvédelmi rezsimet kell kialakítani. Ezért mondtam azt, hogy ez tulajdonképpen az Európai Egyesült Államok modellje, hogy adatvédelem területén pont az egységes piac működéséhez nem lehetnek tagállami rezsimek. Igen, ám, de hogyha egyik tagállam például egy diktátor kerül hatalomra, és ellenőrzése alá vonja az adatkezelést, akkor... Amit említettem, hogy minden határt le kell bontani, az mégiscsak a gazdaság működéséhez kapcsolatos adatkezelések. De az állami működés területén is alkalmazni kell a GDPR-t. Tehát hiszen a GDPR-tól csak akkor lehet eltérni, hogyha arra a GDPR kifejezetten lehetőséget ad. Ami azt jelenti, hogy minden jogszabályt, még azokat is, amelyek az állami működéssel kapcsolatosak, amikor mi véleményezzük, akkor a GDPR az etalon. Az egy más kérdés, hogy ebbe a körben nyilván figyelembe kell venni a nemzeti sajátosságokat is, alkotmánybírósági döntéseket is, de alapvetően ezen a területen sem lehet nagy eltérés, és ez igaz azokra az adatkezelésekre is, amelyek nem a GDPR alá tartoznak, hanem a bűnügyi célú adatkezelések, mert arra egy irányelv van hatályban, amihez a nemzeti jogalkotásokat harmonizálni kellett, de ott se lehetnek nagy különbségek. Így folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben a NAIK elnökét, dr. professzor Péter Falvi Attilát, címzetes egyetemi tanárt hallották és látták. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hamarosan akkor köszönöm szépen.